Jó napot kívánok! Tóth Vázsony település mellől. Október 20-a van. Szép őszi idő. Hűvös szél. 10-11 fok. Napsütés. Nem lesz melegem ma. Egy kerékpár túra Tóth Vázsonyból. Kint vannak az állatok, falu széli legelőkön. Indulok Zádorvára felé, remélem onnan jó kilátás lesz a Balaton irányába. Balaton felvidék inkább ilyen 3-400 méteres magasságokba tetőzik. Mögöttem a Kaphegy az 600 méter. Itt pedig ilyen fás legelős rétek vannak, erdőfoltokkal. Hegytetőkön van néhány összefüggőbb erdőrészlet is. Déli oldalak pedig Balaton fele szőlőtermő lejtők. Úgy emlékszem, hogy idén nem is bringáztam a Balaton környékén. Hát a környékén azért lehet, hogy bringáztam, de kifejezetten a Balaton mellett nem. Olyan tömegek vannak nyári időszakban, de most az ünnepi hosszú hétvégén is biztos, hogy sokan lesznek. Így tényleg azt mondom, hogy érdemesebb szabadságot kivenni, és akkor egy napra leugrani, vagy akár több napra is, ha van rá lehetőség, és van szállás. Most Barnak fele, jobbra megyek, egyenesen tovább, jó kis lejtő, vezet Pécsejre, a Pécsei medencébe. Azért az őszi hangulat nem csak a színekben, hanem a fényekben, a fényviszonyokban is megmutatkozik. Biztos lesz nagy napsütés délben, de most azért még erős árnyék van itt mindenfele. És akkor hadd szóljon a terep. Balatoni kék túra útvonalán fogok most fölmászni a hegyre. Tehát említettem az őszi színeket, meg az őszi fényeket, de bizony őszi illatok is vannak. Nagyon finom kesernyés erdőillat van. Mindenkinek ajánlom, hogy kiránduljon az erdőbe, mert ilyenkor nagyon nagy élmény. Bár itt most nagyon karbantartott az út, lenyírták a füvet, de ahol nincs karbantartva, ott egész dzsungelessé tud válni ez a növényzet. Ez jellemző a Balaton felvidék hegyeire. Egész sok a boróka. Na, azért a borókázásba figyelni kell, mert itt lesz majd az elágazás talán. Igazán jó kis mély útba jöttem le. Fölöttem szikla. A Zádori kúthoz visz le az út. Egész biztos, hogy föl kell majd kapaszkodni a hegyre. Elértem a forrást. Azt nem mondom, hogy egy alpesi zuhatag, de azért magyar
viszonyokhoz képest egy egész bővízű kút. Szemét is van sajnos, és akkor itt ösvényen fölkapaszkodok a várfalakhoz. Forrásvéd terület, ettől függetlenül bátran szemetelnek az erre járók. Zádorvár, most már egész biztos, hogy jó fele megyek. Úgy látom, ez valami alternatív kálvária és várfeljáró egyben. Tolni kell a bringát, mert irgalmatlanul meredek. Általában az, hogy tolni, emelni. Emelni kell a biciklit, néha. És ott van fönn a hegytető. Itt vannak a romok. Talán valamilyen állag megóvó munkálatok is elkezdődtek. Volt egyébként itt egy kilátó torony is. Itt a palota végébe. De az már nincs meg. Pihenőhely. Tűzrakóhely, padok. Tulajdonképpen még egy malomjáték is van itt. Madárbarát vár. Na hát ez jó. Talán így nézett ki. Alaprajz, négyszöglet alap, toronnyal, palotával, kápolnával, saroktoronnyal. Itt van a veszprémi káptalan panaszlevele is. Latinul írták. Kőkorszaki emlékek is vannak itt. Pattintott kőeszközök. Ugye a Balaton környéke nagyon régóta lakott terület. Már az őskorban is az volt. Önkéntes segítők névsorai. Hát Mária királynő, Nagy Lajos király leánya 1384-ben oklevélben engedélyezte Vezsenyi Lászlónak a vár építését. 1386-ra elnyerte a vár mai formáját. Tovább tiltakozott a veszprémi káptalan, miszerint ez az ő földje, és miért építenek ide várat. Közben a Himfi család leszármazottai is támadták az egyességet, ami úgy tűnt, hogy megszületik a veszprémi káptalan és a vezsenyiek között. De 1394-ben a vezsenyieket birtokháborítás megszüntetésére kötelezte az országbíró, tehát továbbra is fennállt az egyházi birtok létjogosultsága. Azért ez a vár nem volt igazán jó helyen. Szóval ezt a várat építői félbehagyták, sosem készült el. Itt akár sátrazni is lehet. Palota épületei a végén a kápolna, ahol a kereszt van. Egyelőre nincs kilátás a várból, de találtam egy jó kis fatuskót, meg egy bazi nagy darazsat, de szerintem az a darázs az jó fej lesz, és nem bánt engem. Nézzük csak. Azért van itt kilátás Tihany irányába. Igen párás. Pécsei medence is látszódik. Ez igazán jellemző a Balaton felvidékre, októberben. Ez a gyönyörű szín orgia. Cserszömörce még ennél
vörösebb is lesz. Elég roskatag ez a zászló. Itt pedig valamiféle lépcső feljáró, vagy valami emeleti szintnek a gyámköve. Faragott kő. Beértünk az egykori kápolnába. Nincs innen egyáltalán kilátás. Ezt már az előbb meg tudtuk szemlélni. Összességében ennyit lehet kilátni. Tihanyi apátságban is éppen harangoznak. Elhagyom a várat, folytatom az utat, egyelőre tovább a balatoni kék túraútvonalán megyek. Itt még egy picit kívülről is láthatjuk a kápolna falát, külső falát. Várból nem volt kilátás, de innen a vár tövéből azért jól látszódik a Pécsei medence, Tihany és a Balaton is. Tavaly májusban arra jártam bringával, és ott a jegenye fák fölött átlátva ezt a hegygerincet láthattam, de csak sejtettem, hogy itt van valahol a vár, mert azért onnan lentről nem nagyon látszik. Pécsei házai, és a távolba a tihanyi dombok. Seregélyeket riogatják. Onnan jöttem, Zádorvár felől. Van itt egy kis présház. Talán nem is olyan kicsi. Még azért egész autentikusnak tűnik. Persze a villanyóra gyanús. De mondjuk innen nézve. Vasajtó. Ablakok. Bizony, ott a szomszédban is van egy hasonló régi présház. Kilátás az kifejezetten jó. Vagyok megint ezen a borókás réten. Gyönyörű rész, de én valahogy a jelzést elvétettem. Talán arra meg fogom lelni. Igen, meg lett.
füredi szálloda is látható innen. Cikázik az út itt mindenfele. A kék túra. Ha már egyszer nem találom a jelzést, akkor legalább megmutatom a borók, a bogyókat. Ugye ebből valami jófajta italt szoktak gyártani. Borovicska vagy Beherovka. Itt ezen a spéci kapujelzésen kell bejönni egy kis ösvényre. Pedig még láttam is a jelzést, csak az ösvényt nem. Ilyen ösvényeken megyek. Gyönyörű útvonal, de nagyon kell figyelni. Méterenként változik a táj. A színek mindenképpen. Magánterület. De a kilátást azért muszáj megnézni. Lent a pécsei templom torony látható. Sőt, maga pécsei település házai is. Balaton, Tihany. Talán az is jól látható, hogy ilyen kőfalak húzódnak itt a hegyoldalba, több helyen is. Birtok határként. Gondolom több száz évvel ezelőtt rakták le ezeket. Itt is jól látható ez a kőszórás, amit mutattam az előbb is, a birtokhatár. Itt valami tanya vagy állattartó terület van, és a hideghegyi menedék. Nem tudom, az mit jelent. Újabb kilátópont, pécsei medence felett. Itt vannak a szőlők is. Nos, ez elég jó panoráma. Egyébként arra visz az út, ahol ez a szalagozás van. Csak az nagyon sarasnak tűnik. Úgyhogy gondoltam, hogy bármi történjék is, előbb egy kis panorámát szemlélek. Volt itt néhány ház, építkeztek is. Eljöttem a házak előtt. Gyönyörű rét, vagy ilyen legelő. Hegytető. Az volt ide kiírva, hogy hideghegyi kilátó. Nem tudom, hogy ez lenne a hideghegyi kilátó. Nagyjából azt lehet látni, amit az előbb láttam, arról a telekről. Tényleg megérdemelne egy kilátótornyot. Bár éppenséggel innen a domboldalból is jó a kilátás. Ismét Pécsely. Távolban pedig, amit mutattam, a füredi szállodák is ott vannak. De a hegy takarja Füredet. Ezek meg már a Balaton fölötti hegyek. Tamás hegy rajta Jókai kilátóval.
Tihany. Bence és a fátság. Nem rossz hely. Másik irányban is. Gyönyörű a táj. Balaton felvidék. Őszi színei. Följöttem még a domboldalba. Kicsit magasabbra. Hát ugyanazt látom persze, csak még jobban rálátni a vidékre. Tehát ez a balatoni kék túra, nem az országos kék túra, az is errefele megy. Jobban mondva, azért nem egészen, mert a Nagyvázsony fele északnak tör a Bakony irányába. A balatoni kék túra pedig teljes egészében végig kacskaringózik a tó fölötti dombvidéken. Mindegyik túraútvonal szép, és mindegyik más mutat. Akkor innentől ez már a Balaton nyugati medencéje. Ha már kigyönyörködtem magam, jó sok időt elvesztegettem. Jó lenne haladni is. Persze nincsenek kőbe vésett tervek, csak többféle verzió. Ezeket a terveket most nem akarom vázolni, mert elképzelhetetlen számomra, hogy teljesítsem. Rengeteg látnivaló van. Például itt most bükkfák is vannak. Hihetetlenül változatos ez a vidék. Néhány száz méterenként, de akár néhány tíz méterenként is megváltozik a táj. Úgy tűnik, összefüggő erdőbe értem. Eddig szinte minden fán volt valami jelzés. Most azért ez ritkásabbá vált. Innentől már van zöld jelzés is a kék mellé. És természetesen nem említettem, de nemzeti park területén járok. Úgyhogy vigyázok mindenre. Elő kellett venni a térképet. Most már 12. kilométeremet tekerem, és eddig csak úgy mentem, majdhogy nem a vakvilágba. Persze otthon ez már ki volt találva, hogy erre jövök a Zádorvár felé, de most már elég sok idő eltelt. Igaz, hogy terep, nehezen járható, de kicsit jó lenne most már aszfalton is menni, hogy haladjunk. Lehet, hogy vászolj fele, letérek az aszfaltosra. Hatalmas fenség van itt előttem. Valahol Vászolj magasságában járhatok. Előttem már feltűnt a Halomhegy, majd 400 méter magas kúpja. Hát kúp, inkább csak halom valóban. De egyébként van ott egy jó kis kilátótorony. Arrafelé a Balaton csillon. A felvidékről azért más fogalma van az embernek, de valahogy most ez a táj is tetszik, főleg úgy, hogy mindenképpen látható a Balaton is. Nem jött össze ez a Vászolj felé levágok az aszfaltra című kényeztető program. Úgyhogy maradok itt a földutakon.
merítés van. Jobb kezre. Erre vezetett a kék túra, vagy valamerre erre fele. Ismét erdőben. Van itt fenyő is. Onnan jöttem. Itt van egy nagy kereszteződés. És most megint ösvény következik. Fantasztikus dagonyázó hely van itt. De talán van itt valami majorság, és lehet, hogy az állatok járnak ide, hűsölni nyáron. Mencshely! Templom tornyai láthatók már. Közel van, ez jó hír. Ilyen bokorjelzések is vannak. Jó megoldás. Működik. Na ez már egy deluxe verzió, de csak egy rövid ideig, nem baj. Érdekes volt a jelzés, lehozott ide a völgybe, aztán visszafordult azonnal. De biztos, hogy nem erre kell jönni. Minden túrázó kedvence, mindegy, hogy gyalogos vagy kerékpáros, a beszántott turistaút. Persze ennél van még rosszabb, az elkerített, elbarikádozott turistaút villanypásztorral történő lezárása. Na mindegy. Megmutatom föntről is, úgy egyébként jól néz ki. Nos, ott lenne valami ösvényféle, de hát az nagyon ágas-bogas volt. Nagyon jó, mindenfele lehet itt menni. Bár ott a jelzés a kisfán, akkor én maradok itt a nagyjából erdőszélen. Erre van a Halomhegyi kilátó és a vulkántanösvény. Természetesen vulkánt senki se fogott találni, csak vulkáni eredetű sziklákat, bazalt ösvényeket, bazalt utcákat, amit a bányászat vájt ki, és fönt egy jó kis kilátó van, körpanorámával, és még egyéb ismertetők. Ajánlom, aki erre jár, én most nem megyek föl, mert időszűkében vagyok, de voltam már fönn. Erre el lehet menni a Halomhegy oldalába, de vannak kutyák, és kilátás is van. Nyugodtan elmehet bárki, nincs nagy veszély. Onnan aztán látszik a Balaton, természetesen Dörgicse, Kaphegy, Mencshely, Hegyestű, Badacsony, Káli-medence fele is, és még Tihany fele is el lehet látni. Na de itt már a résházak, pinceházikók. Egy kis aszfalt. Biztatásként, mert azért lesz még terep. Csak egy kicsit jöttem föl egy oldalba. A kilátás miatt. Arra pedig Dörgicse van lent. Kalandok még folytatódnak egy kicsit. Hogy meddig, nem tudom. Az eredeti tervek a Fekete-hegyi ötvös kilátóig szóltak, de szerintem arra ma már nem lesz lehetőség, mert 2 óra körül járunk, és
6 órakor már sötét van, de én mindent megteszek, ami tőlem telik. Ez a menchely Dörgicse aszfaltos út túloldala. Elhanyagolt szőlők. Ez is van. Persze biztos a présházak se működnek mind. Mert talán csak hétvégi házként. Bár azért itt el lehetne borozgatni. Vagy itt. Hajaj. Nos, ez már ápolt, gondozott szőlő. A következő völgy tűnik fel Balaton Csicsó irányába. Arra a Dörgicsei völgy. Igazából nem tudom, hogy ezt a kis völgyet hogy hívják, de ott az egy nagyobb völgy, arra van Balaton Csicsó, Szent Antalfa, Tagyon, stb. Stb. Nem is tudom, mi minden van arra. A végén Zánka a Balaton fölött. Kineveztem Balaton Csicsónak, de lehet, hogy az nem az. Minden esetre a templomot megpróbálom szemügyre venni. Vajon ez mi lehet? Jól néz ki, de biztos nem citrom, mert annak nincsenek ilyen nagy tüskéi. Ez nem egy díszlet. Jó kis fa, keret, fakapu. Vasalás, vasszegek benne. Zegzugos, kacskaringós utak folytatódnak. Erről híres ez a túraútvonal. És akkor azt hiszem, hogy ide kell felmenni, jól hiszem. Ott a képjelzés a fán. És most valamiféle réten kell keresztül menni, vagyis hosszában, hosszant irányban. Innen most jobban szemügyre lehet venni a domb túloldalát. Halomhegy. A többit nem tudom. De majd mindjárt megállok egy pozícionálásra. Ugyan innen nem látszódik a Balaton, de nekem ez mégis egy kedvenc völgyem. Minden évszakban gyönyörű. Így húzódik lefele a völgy, tehenek meg húzódnak felfele. Tehát először Balaton Csicsó templom tornya, és aztán Szent Jakab fa látható, annak is ott a temploma. Tehát itt nincsenek nagy meredélyek, mély völgyek, nagy hegycsúcsok. Talán sajnos, de azért így is nagyon szép a vidék. Még mindig itt a kék túra, jelzés. Szerintem itt befele kell menni az erdőbe ismételten. Nem tudom, hogy látszik-e, van itt egy kis erecske.
teljesen mindegy, milyen évszakban jön az ember, itt mindig folyik valami víz. Nem sok. De azért csurdogál valami. Pedig, mint említettem, itt aztán tényleg nincsenek nagy hegyek. Inkább csak dimbek dombok. Itt vagyok a Lencsehegy oldalába, és itt is van egy templomrom. Nem tudom, hogy ebből mi fog látszódni, talán csak ez a falcsónk. Nem túl látványos. Ez a herendi templomrom. Herend falu. Ezek szerint nem csak ott Veszprém fele, hanem a felvidéken is volt. Mint ahogy most is sok apró kis falu van itt a Balaton felvidéken. A középkorban is sok volt. És ezeknek egy jelentős része elpusztult a török háború alatt. Vagy egész egyszerűen csak odébb költöztek valami miatt. Akármilyen kis falu, vagy település, azért egy kis templomot tudtak mindig építeni. Ez egy hegyi út. A Szent Balázs templomrom fele megyek most. Mondjuk erre megyek. Nagyon jó helyek vannak itt. És már aggódom emiatt a templomrom miatt. Én nem látom sehol se. Egyébként még lentről az országútról is látható. Feltűnik a hegyes tű. A félig elbányászott hegy, egy kúp. Balaton felüli oldalát nem bántották, gondolván, hogy majd akkor nem rondítja el a szép tájat, a bánya nyoma, de azt gondolom, hogy nem rondította el, itt se, meg úgy se, ha esetleg fordítva nézne, mert azok a bazaltoszlopok nagyon jók. Tehát hegyes tű, meg ott a Badacsony. Annak is inkább a hegyvidék felé első részét bányázták, hogy a tó felüli része ne legyen olyan sebb helyes. Visszafordultam. Ha tetszik, ha nem tetszik, a zöld jelzést kell megkeresnem. Feljebb jöttem egy szinttel. Innen még a Balaton túlpartja is látszódik. Templomtorony továbbra sincs meg. Nem is látom. A fenébe. Hogy lehet az? Ezt nem tudom elolvasni, de 2000 valamennyi. Nem csak régi présházak vannak, hanem régiesnek ható újabb épületek is.
kitartó munka gyümölcse a templomtorony látványa a Balatonnál. Ez nem a dörgicsei templom, hasonlóan helyezkedik az is el, ugyanígy a hegyoldalba, talán egy kicsit alacsonyabban van. Tehát ez a Szent Balázs templom torony, középkori templom, maradványa itt volt Szent Balázs falu. Ez már inkább bazaltból épült. Faragott ajtónyílás. Elhagytam a templomromot. Újra az erdőben megyek. Ez a zöld turista út elég ritkásan jelzett. Bár nincsenek elágazók, és egyre szűkebb az ösvény, remélem, hogy nem fog elenyészni valami nyakigérő csalánosban. Amúgy nagyon vadregényes. Délfele a Balaton irányába haladok. Nem biztos, hogy ez jó választás volt, itt kellett átjönni a Bozótosba. Most meg egy ilyen kövekkel teledobált vályúba kell haladni. Reméljük, hogy csak rövid ideig. Újra láthatom a Badacsony, a Gulács és a hegyes tű csúcsait. Közben azon gondolkodom, hogy ha itt fennmaradtam volna a templomrom fölötti úton, akkor ez lehet, hogy pont idehozott volna engem, nem kellett volna ez az erdei. Bár vadregényes volt. Ennyit még kibír az ember. Ha ez kilométereken keresztül megy így, akkor már nem olyan nagy élmény. Hangulatos pincék itt is vannak. Következő völgy, ahol Dörgicse fekszik. Én most kapásból három templomtornyot is meg tudok számolni. És aztán ott van a negyedik, a dörgicsei templomrom, ami pont úgy helyezkedik el, mint ahol most az előbb voltam, Szent Balázs templomromnál. Egyébként van több templomrom is. Ez itt a dörgicsei völgy. Azt a telefont. Na. Szemben van a Halomhegy. Pár órával ezelőtt ott a hegyoldalba néztem le a Balaton fele.
Most pedig lemegyek a Balatonpartra. A Dörgicse több település részből áll. Középkorban is különböző települések voltak ezek. Elpusztultak, mint ahogy a templomaik is. Templomromok maradtak, több is. A falvak pedig odébb települtek egy kicsit. Úgy de bátrak. Látható a templomrom és a románkori ablakok. Dörgicsőben vagyok. Dörgicsei templomrom. Ide is felkapaszkodtam. Kicsit ellenfényes lesz a felvétel. Látszódnak a románkori ablakok, meg annak az imitációja. Itt is csak a templomtorony maradt meg. Meg a gyönyörű kilátás. Egyébként egy udvarháznak az alapfalai láthatók itt a templom körül. Tehát a régi falu itt helyezkedett el a hegyoldalba. Nyilván ennek védelmi jelentősége volt abban az időben. A fehérvári őrkanonokság kegyúri temploma volt. 12. században épült, paplakkal, melléképületekkel, 17. században leégett. Zsedényi Istvánt, híres luteránus papot, innen hurcolták el 1674-ben. 77-ben sikerült hazakerülnie. Éjszaka diszkivilágítást is kap. Látszik, hogy a torony boltozatot is kapott. Felső szinten is. Akali ófaluban vagyok. Thank you.
úgy emlékszem, hogy itt elég jó büfék vannak. Sajnos az egyik éppen eladó, az már nem jelent jót. Elhagytam a kalit, még itt sorakoznak ezek az egyemeletes épületek, a régi, azt hiszem kemping volt itt, területén építik. Gondolom ilyen apartmanházak lesznek. De úgy látom, ott még folytatódik az építkezés. 71-es út mellett ilyen bicikli út van. Kicsit rázós azért. Fővenyesi kikötőben vagyok. Szemben Tihany. Jobban mondva keletre, arra fele megyek én is. Fővenyes település Árnyas utcáján gurulok. Itt van még egy-két régi világot idéző balatoni nyaraló üdülőház. Én ezeket csípem. Közeledik Tihany. Udvariban templomok mellett tekerek. Itt lesz mindjárt a híres temető, a még híresebb sírkövekkel, szívalakú sírkövekkel. Figyeljünk csak előre. Technikás a pálya. Ez igen. Örvényes. Vízimalom. Múzeum is, de szerintem most zárva van. Ezt a hidat túl közelről mutattam meg az előbb, vagy legalábbis Nepomuki szobrát, Szent János szobrát. Meg be van fóliázva a kerék. Itt fönt pedig a
kis temetőkápolna, szintén középkori. Átjöttem a túloldalra, nagy nehezen. Azért ezt a jó kis köves talajt felszántani, megművelni, az nem lehet egy egyszerű dolog. Itt vagyok már az aszófői sarokban. Apáthegyi kilátó, nagyon jó kis panoráma van onnan föntről. De természetesen itt a csúcsos hegy felé a sziklákról is. A szófőnél visszatérek a Balaton felvidékre. Úgy közelítem meg Tóth Rázsonyt túra kiinduló és végpontját. Tehát a szófőnek is van egy kis ófalú része. Ami igen szép. Újra hullámvasút. Volt itt valahol az erdőben egy kemping. Sajnos tönkrement már. Én sose voltam ott. De azt hallottam, hogy nagyon jó hely volt. Kár, hogy ezek a dolgok már értéktelenné válnak és tönkrementnek. Déli parton is van ilyen egyébként. Jelenlegi világunkban sajnos csak a bazi nagy beruházásoknak van létjogosultsága és esélye. Ismét feltűnik a Pécsei medence. Megérkeztem Pécsejre. Tulajdonképpen a következő falu már Tóth Rázsony. Pécsej viszonylag nagy település, több részből áll. Ennek is van hófalú része, meg ez az új telep vagy új falu rész. Ezen egy fok van, nincs éppen meleg. Tóth Rázsony!
még 8 kilométer. Itt van ez a fasor, jegenye fasor, amit fentről, a hegyről is lehetett látni. Lassan búcsút intek a gyönyörű pécsei medencétől. Őszintén szólva, nekem sokszor ez jobban tetszik, mint a Káli medence. Ez már a Tótvázsony előtti utolsó jelentősebb mászás. A Barnagi elágazótól már lejt az út, nagyjából. Persze szemét, kupac, szemetes zsák is van. Így egyből autógumival megspékelve, ugye, nemzeti park. Ide kell dobni a szemetet. Felértem a Barnagi elágazóba, itt zárul a körtúra, és akkor még talán 2 kilométer a falu. Bal kézre a Kaphegy déli bakony legmagasabb pontja is feltűnik. A végcél Nyíllövésnyire. Végállomás Tótvázsony. Tótvázsonyban van eltemetve Sobri Jóska, a legendás betyár. Szép nagy település egyébként. Legalábbis az eddigiekhez képest nagynak mondható. És itt van egy cukrászda. Ez a fő utcája a falunak. Füred fele lehet erre átvágni. Tótvázsony idekúti kereszteződésben túra befejeződött. 60 kilométerre sikeredett. Nagyon szép volt a balatoni kék túra végig, de a többi rész is. Ajánlom mindenkinek. Most még az elkövetkezendő hetekben ez talán belefér, mert aztán egyre rövidebbek lesznek a napok. 6 óra van még, itt a Dunántúlon van még némi fény. További szép őszi túrákat kívánok mindenkinek, jó időt, a viszontlátásra!